A pandémia és a zárások ellenére már idén akár 4 és 6% között növekedhet a magyar gazdaság. Ezt Matolcsy György mondta a monetáris tanács ülése után. A jegybank elnök szerint az elmúlt 100 év leggyorsabb gazdasági helyreállítására számíthat Magyarország. Szerinte átmeneti lesz az infláció emelkedése, nem szállnak el az árak, jövőre már 3% lesz a pénzromlás. Miért is ne lehetne a 3% az új 2? 3%-os gazdasági növekedésről beszélt tavaly márciusban Matolcsy György a gazdasági évnyitón. A jegybank elnöke egészen 2030-ig vizionálta ezt a növekedést. A magyar gazdaság várhatóan 6-6,5%-kal zsugorodik. Ez az ötödik legrosszabb az elmúlt 100 évben. Az MNB elnöke ezt már néhány hónappal később 2020 decemberében mondta, ahol egyébként a kormány válságkezelését is kritizálta. Az elmúlt 100 év leggyorsabb gazdasági helyreállítására számíthat Magyarország. Most viszont már arról beszélt, hogy jól halad az oltás, és ez azt is jelenti, hogy jó eséllyel a gazdaságra is lehet koncentrálni. Matolcsy György szerint miután legyőztük a vírust, meg kell őrizni az árstabilitást. A jegybank elnök úgy látja, csak átmeneti az infláció emelkedése, és nem szállnak el az árak. Az MNB elnöke 3% körüli inflációra számít a következő év elejére, ugyanakkor szerinte már idén gyors növekedésnek indul a magyar gazdaság. Mi úgy számoljuk, az arra számítunk, hogy ezt a három feladatot jól megoldjuk, akkor a magyar gazdaság 2021-ben a 4-6% közötti növekedési sávban teljesíthet. Ezzel esélyünk nyílik arra, hogy már ennek az évnek a végére helyreállítsuk a 2019-es év végi bruttó hazai termék gazdasági teljesítményét. A híradónk által megkérdezett közgazdás szerint Matolcsy György nem először mond nagyot, de nyilván biztatást akar adni a piacnak. Pogácsa Zoltán szerint a jegybank elnök inflációs várakozása még akár reális is lehet, de most ember nincs a talpán, aki jósolni tud egy év pandémia után. Matolcsy egy kicsit túltolja néha. Tavaly is azt láttuk, hogy hát egy ilyen pozitív 3% körüli növekedés jósolt, és hát ugye azért egy negatív 6 körüli lett belőle. Matolcsy György azt is bejelentette, hogy a monetáris tanács nem változtatott az alapkamaton. A forint egyébként a Nemzeti Bank elnökének sajtótájékoztatója után tovább gyengült. 1 euró kora délután 367 forintba került.